estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntekesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink. Lázár János. Amilyen a város széle, olyan a város. Ösztöndíjjal és fejlesztésekkel a fiatalok helyben tartásáért. Újabb laptopokat adományozott a Zsivodán. Ha csak a város közepe van rendben, az csak egy kirakat. Emelte ki Lázár János országgyűlési képviselő tegnap Honvédban egy Farkas Éva Erzsébet kormánypárti polgármester jelöltel és Varga Ferenc szintén kormánypárti képviselő jelöltel közösen tartott lakossági fórumon. Ugyanitt ő, a város jelenlegi vezetése és a makói roma önkormányzat tagjai is köszönetet mondtak Sánta Sándor leköszönő képviselő 2 évtizeden át tartó alázatos munkájáért, amely megkoronázásaként elindulhatott egy 1 milliárd forint értékű fejlesztési program a városrészben. A fórumon felszólalt Petrovics Attila, a roma nemzetiségi önkormányzat képviselője is, aki köszönetet mondott a távozó Sánta Sándor képviselőnek, majd kiemelte, nagyon sokat fejlődött Honvéd az elmúlt időszakban. Meg lehet nézni most a Cigánbécset, a honvédi városrészt, hogy 1 év távlatával milyen szép. Most már nincsenek sáros utak, nincsenek sáros járdák, és hála legyen nekik, a Lázár úrnak és a Fidesznek, hogy azért szavazunk a Fideszre, a Varga Ferire, a Lázár úrra és a polgármester asszonyra, 13-án mindenkit arra kérdük, hogy jöttük el, mert ők nekünk segítenek. Farkas Éva Erzsébet polgármester mindehhez hozzátette, mintegy 1 milliárd forint értékű beruházás van folyamatban a városrészben, melyből megújulnak az utak, a járdák, önkormányzati lakásokat újítanak fel, közösségi tereket építenek, valamint több felzárkóztató programot is indítottak. Mert az elmúlt 20-25 évben ez a városrész nem kapott olyan figyelmet, mint a Makó városának többi közössége, városrésze, és fontosnak tartottuk, hogy azokban a városrészekben is, ahol esetlegesen a szociális körülmények nehezebbek, ott is megkapják ugyanazokat a lehetőségeket, ugyanazokat a támogatásokat, mint a város többi részén. Varga Ferenc, honvéd kormánypárti képviselőjelöltje is bemutatkozott a rendezvényen. Én, mint képviselőjelölt, szeretnék ugyanolyan odaadással és tisztelettel, becsülettel dolgozni, mint ahogy a Sánta doktor úr teszte ezt. Pont ezért mi is szeretnénk mindenféleképpen folytatni a járdaprogramot. Járdaprogram eddig is volt, ezután is lesz. Szeretnék az esővíznek a problémáját minden hamarabb megoldani. Ez úgy gondolom, hogy kardinális probléma az egész városban, de legfőképpen ebben a városrészben jelentett nagy problémát az utóbbi időben. Lázár János országgyűlési képviselő megköszönte az eddigi bizalmat, majd kiemelte, a jövőre tekintve 2 fontos feladat van Makón. Segíteni az embereknek, hogy jobban élhessenek, és a fiataloknak, hogy itt maradjanak. Amilyen a város széle, olyan a város. Hogyha a város széle rendben van, akkor rendben van a város. Hogyha csak a város közepe van rendben, az csak egy kirakat. Ezért azt gondolom, hogy olyan képviselőjelöltet támogassanak a szavazataikkal, és olyan polgármester jelöltet, aki igenis mer költeni a város szélére, a külső utcákra, a külső városrészekre, próbál segíteni azoknak a szegényeknek, akik ebben a városrészben élnek. Ez úgy volt, hogy a képviselőtestület és a polgármester azt, hogy megrendelte a prímást, én meg kifizettem. Ez volt az elmúlt 5 évben. Lázár János végezetül leszögezte, ugyanezt a munkát és támogatást kész vállalni a következő években is. Makó és a 4-es választókerület jövőjéről beszélgetett a lakosokkal tegnap délután Farkas Éva Erzsébet polgármester jelölt, Hadik György képviselő jelölt, valamint Lázár János országgyűlési képviselő egy utcafórumon. Az érdeklődők megismerkedhettek a helyi Fidesz-KDNP 10 évre szóló programjával, valamint a leendő turisztikai fejlesztésekkel is. Farkas Éva Erzsébet polgármester az elmúlt 5 év eredményei mellett a következő 10 éves programtervről is beszámolt a jelenlévőknek, amit a Fidesz helyi szervezete kínál a választópolgároknak. 4 fő pilléren nyugszik a program, amelynek első eleme a turisztikai és gazdaságélénkítő fejlesztések. Második pontja a család és ifjúságvédelem, ezen belül a beiskolázási segítséget 5000-ről 10000-re, a babakötvényt 100000-ről 150000 forintra szeretnék emelni. Farkas Éva Erzsébet kiemelten ejtett szót a
lakó számít rád ösztöndíj programról is, amelyet bővíteni szeretnének, elsősorban azokra a szakmákra vonatkozóan, amelyek hiány szakmaként jelentkeznek a városban. Bakó városában mindösszesen a regisztrált álláskeresőknek a helye 384 fő, tehát minimális. Hanem az lesz az elkövetkezendő időszakban a kérdés, hogy ezeket az álláshelyeket meg tudjuk-e majd tartani, és hogyan, milyen módon tudjuk megtartani. Ehhez önkormányzatunk támogatást biztosít, jelenleg havi 30 ezer forintos támogatása azoknak a fiatal munkát kezdő szakképzésben részt vett fiataloknak, akik itt Makón szeretnék elkezdeni valamely cégnél, vállalkozásnál a munkájukat. A programterv következő pontjai a zöldváros kialakítása, az utolsó pedig Makó épített örökségének védelme. A város egészét érintő beruházások mellett a 4-es választókörzet kapcsán dr. Hadik György örömét fejezte ki a Bajza utcai iskola felújítása miatt, majd szót ejtett az utak rekonstrukciójáról is. Hogy Makón az egész városban nincs több sáros út. Ez a csapat ezzel nagyon nagyot alkotott. Viszont amikor például a Vasvári Pál utcánál, amikor a mellette levő Kápolna utcánál, vagy Aurich utcánál, ugyanakkor, amikor az úttest épül, akkor mellette egy kibetonozott dárok is épül. Tehát magyarán mondva, ott a vízelvezetést is meg kívánjuk oldani. El kell, hogy mondjam, nincsen kész. Tehát ezekre az útburokra még egy ragasztó réteg kerül, azért, hogy ne verődjön ki belőle a kő. A rendezvényen Lázár János kiemelte. Makón az infrastruktúra rendbetétele és a különféle támogatási formák mellett perspektívát kell ajánlani a fiataloknak, hogy itt akarjanak maradni, ez pedig a turizmus fejlesztése nyújthatja. Én azt gondolom, hogy a 21. században abban van fantázia és lehetőség, hogyha egy olyan helyet csinálunk Makóból, ahol a makóiak nagyon jól érzik magukat, jók a szolgáltatások, jobbá tesszük a várost, a város szélére külön odafigyelünk, és mások számára is szerethetővé és vonzóvá tesszük ezt a közösséget. Jól érezze magát, aki ide születik, és jól érezze magát, aki ide jön, és itt költse el a pénzét. A képviselő mindehhez hozzátette, ebben fontos szerepe lesz a hagymatikum bővítésének, és az újabb szálláshelyek létrehozásának is, amelyet több milliárd forinttal támogat az állam. A Kisposta előtti parkoló adott helyszínt a Fidesz-KDNP színeiben induló Farkas Éva Erzsébet polgármesterjelölt, Kovács Sándor és Mágori András képviselőjelöltek közös fórumának. Az eseményt Lázár János országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével, aki kiemelte, Makón a dolgok jó irányba haladnak. Elsőként Farkas Éva Erzsébet polgármesterjelölt köszöntötte a megjelenteket. A regnáló városvezető az elmúlt időszak beruházásai mellett az elkövetkezendő egy évtizedes terveikről ejtett szót. Programjukat 4 pontban fogalmazták meg. A turisztika, a zöldváros kialakítása, valamint a makói épített örökségeink védelme mellett további hangsúlyt szeretnének fordítani a család és ifjúságvédelemre is. Erre vonatkozóan, hogy a fecskelakás programot indítottunk, ezt szeretnénk bővíteni újabb épületeknek a kivitelezésére vonatkozóan. Ilyen többek között ugye a városközpontban a Návai szoborral szemben lévő Iricház, amelyre vonatkozóan koncepciótervet is készítettünk már. Továbbá ingyentelek programot szeretnénk továbbra is folytatni. Népszerű volt az elmúlt időszakban is a több gyermekes fiatal családok számára, amelynek köszönhetően ugye egy közművesített ingyentelket kap, vagy körülbelül 700 négyzetméternyi alapterületű, a CSOK programot igénybe tudták venni állami támogatásként. Kovács Sándor, az egyes számú választókörzet jelöltje a résztvevőknek elmondta, továbbra is szeretné folytatni a járdaprogramot, a csapadékvízzel vezető árkok felújítását, a város legrégebbi épületeinek rekonstrukcióját. Nagyon fontos lenne a választókörzetemben, vannak még ugye elhanyagolt épületeink, ilyen például a Konviktus épülete, és ilyen a Kávária kápolna épülete is. Ezeket mindenképp célszerű volna felújítani, akár turisztikai látványosság szempontjából is. Ismételten bemutatkozott a 2. számú választókerület képviselőjelöltje, Mágori András, aki Újvároson is szeretné fellendíteni a turizmust. Sokan mondták, hogy gondolkoznak esetleg egy panzióba, mert látnak benne rációt, mert a belső rész elég telített, de valaki mondta azt, hogy itt a környéken szeretne egy éttermet nyitni, ezt is szeretném támogatni, nem egy nagy távolság, ki lehet jönni. És például ezzel kapcsolatban lenne most egy új ötletem, mint ahogy Vásárhelyen látjuk ezt a roller programot, ezt ide is el tudnánk hozni, és például a turisták által
sokkal könnyebben bejárható lenne Makó, nem csak ez az epicentrum lenne könnyen elérhető gyalog. A lakossági fórumon Lázár János országgyűlési képviselő elmondta, a dolgok jó irányba haladnak, ezt tartani kell, és a munkát nem szabad abba hagyni. És a szövetség megtartása érdekében kérem a segítségüket, kérem azt, hogy olyan képviselőtestület legyen, akivel könnyen tudunk együtt dolgozni, és biztosíthatom önöket arról, hogy a kemény munka meg fogja hozni a gyümölcsét, mint ahogy már most is látszik ez. Makó lesz a következő 10 év legsikeresebb városa itt a délalföldi régióban, és 10 év múlva Makó városa nemhogy utoléri Gyulát, hanem még le is hagyhatja, ami a turizmust és ami a fejlődést, ami a növekedést illeti. Ehhez várjuk a segítségüket, támogatásukat. Én semmi más nem kérek, mint hogy higgyenek önmagukban, higgyenek Makóban, hiszen a polgármester asszony azt írta a plakátjára, mindig Makó, minden körülmények között Makót kell szeretni és támogatni. Földeák mellett két makói intézményben is laptopokat adományoztak a Zsivadán Hungary Kft. Képviselői nemrégiben. A hagyomány 5 évre nyúlik vissza, melyből most már a Pápai Endre Oktatási Intézmény és a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola is részesülhetett. A Zsivadán Hungary Kft. Mintegy 400 munkavállalóval működik, akik Makóról és a környező településekről járnak be dolgozni. A cég fontos célkitűzése, hogy támogassák az iskolákat, óvodákat, önkormányzatokat, társadalmi szervezeteket, a környéken megrendezésre kerülő kulturális és sporteseményeket. Emellett adományozni is gyakran szoktak. Télen például tűzifát osztanak rászoruló családoknak, míg évközben számítástechnikai eszközöket adományoznak különböző intézményeknek. 3 iskolát támogatunk most, egy földeákit és 2 makói iskolát, mindhárom helyre laptopokat adományozott a cégünk. A laptop adományozás az egyik formája a társadalmi felelősségvállalásunknak. Ez most már egy évente rendszeresen megrendezésre kerülő esemény, amikor laptopokat adományozunk az iskoláknak, ide ebbe az iskolába 2 laptopot sikerült most hozzunk. A vállalat képviselőit stábunk a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolába kísérte el. Az intézményben jelenleg nem hagyományos, hanem agrárinformatika tanítása folyik, melyben az iskola úttörő. Horváth Zoltán igazgató elmondta, épp most fejeződött be egy AgriTeach pályázat, melynek keretében külföldi partnerek segítségével készítettek tananyagot a tudás átadásához. Ezeket a tankönyveket, tananyagokat most már online elérhetővé kell, hogy tegyük. Ezért is nagy segítség ez a laptop, hiszen nagy valószínűséggel ebben az oktatási tevékenységben fogjuk ezt használni. Kollégák részére, gondolom, hogy kollégák részére fogjuk ezt kiadni, hogy ők otthon a felkészülésükkel és támogatni tudják ezt a oktatási tevékenységet. Az igazgató örömét fejezte ki, hogy a svájci tulajdonú céggel is kialakult közöttük a támogatói kapcsolat, ugyanis ha sikerülne az iskolában elindítani az élelmiszeripari gépésztechnikus szakmát, a Zsivadán helyet tudna biztosítani a gyakorlat elsajátításához. Mint arról korábban már beszámoltunk, Kubinyi Anna Kossuth-díjas textilművész születésének 70. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendeztek Makón. Az alkotó különleges munkáit közel egy hónap alatt több mint 2000-en tekintették meg a József Attila Múzeumban. A nagy sikerű tárlat zárásaként pedig a művész lányai kísérték körbe az érdeklődőket. Kubinyi Anna textilművész goblen tervező előszeretettel örökítette meg alkotásaiban a természet csodáit, de emellett foglalkoztatta az identitás gondolata, a népi kultúra is. A Makón kiállított darabok jól tükrözik speciális kartonbeszövéses technikáját, melynek köszönhetően egyedit alkotott, hiszen elérte, hogy munkái kiemelkedjenek a síkból. Örökségét lányai, Szilvia és Adrien ápolják nagy odaadással, a nemrégiben tartott rendhagyó tárlatvezetés alkalmával. Az ő szemszögükből ismerhették meg a textíliákat az érdeklődők. A program nem csak szakmai szempontból volt informatív, hiszen számos múltbéli emlék is színesítette azt. Például a szövőszéknek a felvetése, tehát amikor ez a függőleges
fonalrendszer kialakításra kerül, abban mindig kellett neki segítség, úgyhogy mi a létrán állva adogattuk neki egyesével a következő fonalat, és ezek olyan emlékek, tehát hogy ez gyakorlatilag ilyen kisiskolás korunk óta jelen volt az életünkben, hogy tényleg így más, egy kívülálló számára ez így érdekes, hogy milyen lehet mondjuk egy ilyen művészi műhely légkörben felnőni. Nekünk pedig ez mindennapos volt. Az emlékkiállítást, mely 1989-től egészen 2014-ig mutatja be a Kossuth, a Prima Primissima és a Magyar Örökségdíjas művész alkotásait, 2300-an tekintették meg az elmúlt hetek alatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szép és egy nagyon gazdag és egy nagyon, nagyon tartalmas kiállítást zárunk ma, és hát azt gondolom, hogy a 70 éves születésnapra, hogy hazajött Anna, hazajöttek az alkotásai, egy kicsit ismét az ő emlékét fel tudtuk idézni, itt volt közöttünk, beszéltünk róla. Ha nem is minden évben, de azért 5-10 évente, azért én azt gondolom, hogy ezek a híres Makóról elszármazott, vagy makói gyökerekkel bíró művészeket be kell mutassuk, minden újabb nemzedéknek újból be kell mutatni, meg kell tanítani őket, hogy kikre lehetünk büszkék. Szikszai Zsuzsanna azt is hozzáfűzte, hogy arra szintén nagyon büszkék, hogy Kubinyi Anna Marospart című alkotása a Városi Könyvtárban kapott otthont. Ezt a művet ugyancsak több ezren szemlélték már meg. Többek között felújítanák a 43-as főutat, egy bentlakásos szociális otthont építenének, és a közvilágítást is korszerűsítenék Apátfalván. Ezt egy szerdai utcafórumon mondta Szekeres Ferenc polgármester. Az eseményen Lázár János országgyűlési képviselő a helyhatósági választásokkal kapcsolatosan felhívta a figyelmet. Nem egymással, hanem a faluért kell harcolni. Szekeres Ferenc polgármester a fórumon hangsúlyozta, Apátfalva nagyon sokat fejlődött az elmúlt 5 esztendőben. Többek között 1300 méter hosszan felújították a belterületi csapadék és belvízelvezető hálózatot, 10 kilométer járda születhetett újjá, 5 intézmény épülete újulhatott meg energetikailag, 170 millió forintból külterületi utakat tudtak rekonstruálni, és számos helyen a közterületek is megszépültek. A polgármester úgy fogalmazott, a nagylaki elkerülő út megépítése a település életében is nagy változásokat hoz a jövőre nézve. Nincs, hogy már nincsenek kamionok a településen, így most már lehetőség nyílik a 43-as főútnak a felújítására is. Megkezdjük az egyeztetést, és a 43-as főút az elkövetkezendő időszakban fel lesz újítva. Ezen dolgozunk, ez célkitűzésünk. Illetve egy bentlakásos szociális otthonon is gondolkozunk és dolgozunk, hiszen a települést járva, ugye sokat beszélgettem az emberekkel, és nagyon sok észrevétel volt avval kapcsolatban, hogy szükségleg lenne egy bentlakásos, szociális otthonra. Hozzátette, ez utóbbit nem önálló intézményként, hanem a Hódmezővásárhelyen működő szociális otthon kirendeltségeként képzelték el. További célként tűzték ki az otthoni betegellátás kapacitásának bővítését és a közvilágítás korszerűsítését is, így a közel 860 lámpatest ledes rendszerben működhetne majd a jövőben. Az utcafórumra Lázár János országgyűlési képviselő is ellátogatott, aki úgy fogalmazott, Apátfalva egyik legfontosabb feladata, hogy perspektívát tudjon biztosítani a helyi fiatalok számára, és hogy a hasonló méretű osztrák települések fejlettségi szintjét célozza meg a testület a következő ciklusban. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a helyhatósági választásokkor ne ellenségeket, hanem lehetséges szövetségeseket keressenek. Senki ne felejtse el, hogy október 14-e egy olyan nap lesz, amikor szintén föl fog kelni a nap. Október 14-én is föl kell a nap, amit azért tartok hangosan hangsúlyozandónak vagy fontosnak, hogy úgy vívják meg a választási kampányt, hogy olyan sebet egymáson semmiképpen ne ejtsenek, ami utána kizárja a későbbi együttműködést. Amelyik település az ott élő polgárokat abba hajtja bele, hogy egymással harcoljanak, az lemond a fejlődésről. Nem egymással kell harcolni, a faluért kell harcolni. Lázár János azt is elmondta, Apátfalva jó helyzetben van, mivel a környékbeli fejlődő települések, mint például Makó, Szeged vagy Mezőhegyes, igen sok lehetőséget és kitörési pontot biztosít a község számára. Itt példaként megemlítette, Apátfalva és Mezőhegyes között tervben van egy nagy volumenű öntözési rendszer kialakítása, amely a helyi gazdák számára is lehetőséget biztosítana. Muzsikaszó lengte be a korona dísztermét csütörtökön, ugyanis a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak koncertet.
A hangversennyel a zene világnapját kívánták megünnepelni. Többek között vonós, fúvós és pengetős hangszereken tanuló fiatalok örvendeztették meg játékukkal szüleiket, nagyszüleiket és pedagógusaikat a jeles eseményen. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője Borkáné Dudás Mónika televíziónkkal megosztotta, hogy a muzsika átszövi a mindennapokat, szebbé varázsolja a közösségi ünnepeket és teljesebbé teszi az életet. Épp ezért tartják fontosnak, hogy megemlékezzenek a zenevilágnapjáról. Az itt föllépő gyerekek, akik a mai napon föllépnek, nem biztos, hogy zenei pályára készülnek, de olyan értékes dologgal töltik a szabadidejüket, ami nagyon meghatározó a későbbi személyiségfejlődésükben is. A műsor keretében Binetz Márton szintén megcsillogtatta tehetségét, a fiatal fiú egy spanyol darabbal készült a hangversenyre. Tavaly ismertem meg ezt a darabot, azóta csinálgatjuk. És nekem játszani ez ilyen hullámzó érzés, olyan, mint hogyha egy csónakban ülnék egy hullámzó tengerben. És így teljesen lelazít, mint a zene, mert ugye zene, hang, gyönyörű. A koncertélmény szerzése, a közönség előtt való szereplés nagyon fontos a zenei ismeretek elsajátítása során. Erről már Szamkó Szabolcs tuba tanár mesélt stábunknak, akinek két tanítványa szintén muzsikált a rendezvényen. A gyerekeknek is ez a fontos, hogy minél többet zenéljenek, mert akkor talán le tudják küzdeni ezt az izgulást, és akkor nem megy a produkció rovására. Később ez az érettségi feleléskor ez kamatoztathatják ezt a dolgot, és már határozottabb kiállással felelhetnek az iskolában is. A hagyományokhoz híven az intézmény nebulói a közeljövőben megünneplik az Ifjú Zenebarátok napját is. Érkezzenek a legfontosabbak még egyszer röviden. Lázár János. Amilyen a város széle, olyan a város. Ösztöndíjjal és fejlesztésekkel a fiatalok helyben tartásáért. Újabb laptopokat adományozott a Zsivodán. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd pedig újonnan indult sorozatunkkal jelentkezünk, amelyben a településünkön induló polgármester és képviselőjelöltek mutatkoznak be. Ezt követően Heti Reakció című rovatunk következik, utána Makó kitörési pontja a Turizmus című előadást tűztük műsorra. Később Hírextra című hírháttér magazinunkat láthatják, ezután Társalgó című színes kulturális magazinunkat mutatjuk meg önöknek, végezetül pedig a Konyha nyelven a polgármesterrel című gasztromagazinunk következik. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét a legfontosabbakkal, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!